Nápunk a Bezik Szürkos Hotelben, Nyacsiaországban, és ma állatkertbe megyünk, hogy talált egy gyalogát nekünk, és tartanak felünk. Gyalogka! Régen éreztem ezt az illatot, utoljára akkor, amikor kb. 8 évesen vagy lehet 10 is voltam, táborba voltam. Ott volt ilyen, nem is tudom, ilyen tábori szag, de gondolom azért, mert itt is a minden fából van. A fapadló, igen. Egyébként valami állatkertszerű valamiben vagyunk. Biztos, hogy majmok vannak, mert azt már láttunk az üvegen keresztül. Hiába is a trópusi hangulat, még mindig Franciaországban töltjük napjainkat. A hoteltől ma most nem keveset jöttünk, mert körülbelül egy ilyen 30-40 percet autózhatunk. Egyébként hihetetlen szép tájak van. Én nem jártam még, sőt Ági sem, senki nem járt. De Ági már járt Franciaországban, de ő sielni. Én nem jártam egyáltalán Franciaországban, és gondoltam volna, hogy ennyire szép tájakon megyünk keresztül. Bár amit el kell mondani, hogy az itteni embereknek a hőháztartásával van némi gond. Itt körülbelül egy olyan 14-15 fok lehet. De egy csomóan rövid nadrágban, rövid pólóba rohangálnak, mi pedig nagy kabátba mászkálunk. És egy-két helyen ki volt éve a városokban ilyen körforgalmak közepére. Egy csomó pálmafa. Ez érdekes. Pontosan nem is tudjuk, hogy hol vagyunk, ilyen állatkert-szerű valami, de azért nem a szó hagyományos értelmébe vett állatkert, inkább olyan... Igen. Ott van, messze látom a másikat. Ide nem jön. Egyébként itt vagyunk. És értünk a hotelbe, ami nem volt túl messze, de az egész család elaludt, kivéve engem. És ilyen zseniális snackkel vártak itt minket, úgyhogy mindjárt meg is mutatom, milyen finomság van. Hát a francia desszertek, édességek, sorra kimeríthetetlen, ugye Csaba? Én még kialvatlan fejjel. Szóval 6 vlogger, youtuber család gyűlt most össze erre a hétvégére. Itt egyébként van itt olyan, akinek több mint 500 000 feliratkozója van, iszonyat mennyiségű Instagram követője, 3 francia család az ország különböző területéről jöttek, illetve 3 más európai család, ezeknek az egyike vagyunk mi, illetve van egy család Írországból, és van egy család az Egyesült Királyságból. Így gyűltünk össze most 6-an erre a sajtó eseményre, ami a Vienna House Magic Circus Hotelnek a jóvoltából került most így megrendezésre, ugye ez a Disneyland területén található hotel, és a környékbeli nevezetességeket és gyerekbarát programokat jártuk be, így például a mai napi csodálatos parkot is, ahogyan láttátok.
itt vagyunk a hotelben, és úgy döntöttünk, hogy ma nagyon korán lefektetjük a gyerekeket aludni, hogy holnap időben ébredjünk, nyugalomban reggelizzünk, és bevegyük Párizst, és megnézzük még az utolsó napunkon, amit csak tudunk. Úgyhogy még egy utolsó fárasztásra, hogyha nem lennének elég fáradtak a gyerekek, lejöttünk megnézni a medencét. Pancsolnak egyet, ez történik, most aztán vacsizunk.